Berényi Nészila Ilona, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár korábbi igazgatója 15 éves vezetői tevékenységét követően idén májusba nyugdíjba vonult. Mai adásunkban bemutatjuk önöknek a Kulturális központ új intézményvezetőjét, dr. Sós Csabát, akit ezen a héten munkásságáról és jövőbeli terveiről is kérdeztük hosszú bezárást követően a Kovács Máti Városi műlődési Központ és Könyvtár ismét megnyitotta a kapuit a látogatók előtt. Azonban az újranyitás követően nem csak az intézmény látogatási rendjében, de az igazgatói pozícióban is változás történt, hiszen ön dr. Sós Csaba lett a műlődési Központ és Könyvtár új igazgatója. Ezúton is gratulálunk hozzá. Sokan nem ismerik még ön. Megtennék kérem, hogy pár mondatban megmutatkozik a hajdúszoboszlói lakosoknak. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket talán azt érdemes tudni rólam, hogy Balmazújvároson kezdtem a szakmát, a Veres Péter Kulturális Központban. Ott voltam művelődés szervező, majd megbízott intézményvezető. Négy tagintézmény tartozott a hatáskörömbe, két muzeális, illetve két közművelődési intézmény, egy művelődési központ, egy ifjúság és közösségi ház, illetve egy emlékház, egy Veres Péter emlékház és a Semsei kastély. Tehát egyaránt feladatunk volt a közművelődési programoknak a szervezése, illetve kiállításoknak a szervezése is. A nagy városi programok azok szintén, ami hatókörünkbe tartoztak, a nagy kiállítások, illetve amit még érdemes lehet tudni, hogy én ezt megelőzően a Debreceni Egyetemen végeztem esztétika mesterszakon, illetve a Modern Filozófia doktori programban szereztem doktori címet. Francia filozófia volt a kutatási területem, mondjuk ez szorosan nem kapcsolódik a jelenlegi munkámhoz. Nagyjából úgy fél éve kerültem ide a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárba. Itt kezdtem el művelődés szervezőként dolgozni. Honnan jött az identitás a filmvilág és a kultúra iránt? Nekem ez egészen kisgyermekkoromtól fogva, és hát itt van egy családi kötődés is, Sósimre tudnélik a nagypapámnak az édes testvére, Ugye én már egészen ö, kisgyermekként így ö, belevetődtem a film világába, akkor még elsősorban a magyar filmek világába, és akkor így ö, fokról fokra szerettem meg az európai nagy művészfilmeket is, már kamaszkoromra Fellini, Bergman, Antonioni filmművészetét. Ezért egyébként az alapszakos diplomám is az filmelmélet és ö, filmtörténet. Szóval elsősorban a filmvilágán keresztül kedveltem meg a művészetet, és akkor utána pedig az irodalmat, a képzőművészetet szintén. Szóval így egészen kiskoromtól fogva jött ez az érdeklődés. November óta ön már a művelődési központ alkalmazottja volt. Honnan jött az ötlet, hogy megpályázza ezt a pozíciót? Régi vágyam volt igazából, és. Bevallom, hogy ez célom is volt, amikor idejöttem, hogy szeretném majd a vezetői pozíciót megpályázni. Ugye először én művelődés szervezőként kerültem ide, sajnos a Covid túl sok lehetőséget nem hagyott számomra kibontakozásra művelődés szervezőként egy angol tanfolyamot vezettem három hónapon keresztül, ebben is egyébként nagyon nagy örömömet leltem, és hát ahogy láttam a pályázati kiírást, igazából nem is volt kérdés számomra, hogy, hogy beadom-e vagy sem. És hát elsősorban az vonzott Hajdú Szoboszlóban, hogy én nagyon jó kulturális lehetőségeket látok a, a városban. November óta itt dolgozik már a Kovács Máté Városi Művöldési Központ is könyvtárban, mint művelődés szervező. Milyen kapcsolatot tudott kialakítani az itteni kollégákkal? Könnyen be tudott -e illeszkedni? Azt mondhatom, hogy könnyen igen, kezdettől fogva nagyon jó a kapcsolat a kollégákkal. Igazából néhány nap után úgy éreztem itt magam, mintha már évek óta itt dolgoznék, és ez a jó kapcsolat meg is maradt mind a mai napig. A városban számos civil szervezet működik. Megkeresték-e már esetleg? Bemutatkoztak-e Önnek? Igen, nagyon sok megkeresés érkezett azóta, illetve közös programokban is gondolkodunk. Igazából felsorolni is nehéz lenne, hogy hányan, tehát így reggeltől estig folyamatosan egyeztetek a, a csoportokkal. Amit fontosnak tartok itt megemlíteni, hogy a tavalyi szoboszlói nyár program sorozatot azt idén is meg fogjuk rendezni a Szoboszlói nyár 2021 címen, és ennek kapcsán is minél nagyobb teret fogunk biztosítani a civilek, illetve más csoportok számára is. Mennyire törekszik arra, hogy az újító kezdeményezések élére álljon? Több újítást tervezek, nem biztos, hogy ezek még az idei évre is, hogy mondjuk ez a post-covid időszak lesz a legalkalmasabb erre, de mind a meglévő programokat szeretném megújítani, illetve szeretnék új programokat is bevezetni, amit mondjuk így a művelődési központ eddigi működését tekintve legnagyobb hiányosságnak látok, az az, hogy a, például a nyári nagy rendezvények sorozatában számottevő újítás nem történt az előző években. Ezt szeretném majd a következő évtől kezdve orvosolni. Szeretnék például egy színházi fesztivál, színház találkozót, egy többnapos színház találkozót szervezni, ezt fogom majd kezdeményezni. Illetve hát az olyan nagy rendezvények, már jó bejáratott nagy rendezvényekben, mint a Dixieland napok, illetve a Folk hétvége is szeretnék egy-két újítást, új színfoltot becsempészni. A műfai határokat szeretnénk majd kiszélesíteni, itt például a Dixi kapcsán is, hiszen itt a jazznek egy alműfajáról beszélünk, és szeretnék nyitni mindenképpen a jazz egyén műfajai felé is, illetve a folk hét végét annyiban szeretném megújítani, hogy itt egy világzenei és folk végét tervezünk a jövőben, tehát így nem csak a folk irányra, hanem a világzene más megnyilvánulásaira is szeretnénk hangsúlyt fektetni a kulturális központnak van egy színházterme, aminek körülbelül 300 fő a befogadó képessége. Ugyanakkor van egy nagy szabadtéri színpadja. tervezi -e, hogy a színház kultúrát felvirágoztatja itt hajnúszóosztón? Igen, ez elsődleges terveink között szerepel. Van is egy megállapodásunk például itt a Dériné programmal, ezt most így mindjárt az elején kiemelném. Három-négy színházi előadás már le is kötöttünk a nyára tehát mindenképp, mindenképp terveink között szerepel a színház kultúrának a felvirágoztatása. Az előző évekhez képest lényegesen több színházi előadásra számíthatnak majd az érdeklődők, és ezeknek a helyszíne a nyári időszakban a jó időre tekintettel, remélhetőleg jó időre tekintettel a szabadtéri színpad lesz. De a színház kultúra kapcsánit kiemelném még ilyen, ahogy említette is a 320 fős színháztermünket, igen, az előző évekhez képest még az is változás lesz, hogy szeretnénk a színházbérleti konstrukciót visszavezetni a kulturális portfóliónkba. Ezt ősztől tervezzük. Itt a régióban számos nagy rendezvényt szoktak megszervezni, például itt a Campus Festival, a Debreceni Jazz és Bornapok. Mennyire tartja azt fontosnak, hogy Hajdúszoboszló felvegye a versenyt a régió nagy rendezvényeivel, vagy inkább egy másik irányba teljesedjen ki a város? Én a magam részéről azt vallom, hogy mondjuk egy kampuszfesztiválhoz hasonló nagyszabású rendezvényel nem biztos, hogy fel kell vegyük a versenyt. Én inkább más irányokba közelítenék, és már a Balmazújvárosi évek alatt is, és itt Hajdúszoboszlón is sokkal inkább a tematikus fesztiváloknak a megszervezését szorgalmaznám, olyan egyedi témáknak a bevezetését, melyek ugyan sokak érdeklődésére tarthatnak számot, és azért nem járnak akkor a költségigénye, mint mondjuk egy kampuszfesztiválnak a megszervezése. A korábbi években gyakori volt Hajdúszoboszlán a gasztronómiai fesztiválok. Ezeket tervezi az intézmény, hogy továbbra is biztosítja, fenntartja, vagy esetleg egy kisebb módosítással kisebb, ritkább rendezvények lesznek, de nagyobb színvonalban? Inkább a színvonalat szeretnénk növelni. A terveink között szerepelnek a gasztrofesztiváloknak is a megszervezése és reméljük, hogy ezt már az ősztől szabadabb keretek között fogjuk tudni bonyolítani. Itt két Gaszro tudnék megemlíteni, ami erre az évre be van tervezve. Az egyiknek már a neve is megváltozik, szeptember 10-től 12-ig kerül sor a Szoboszlói Gasztro és Borfesztiválra, ezt a Vendéglátó Egyesülettel együtt fogjuk szervezni, illetve novemberben a Márton kapcsolódóan is lesz egy, egy gasztrofesztivál, szóval idén két gasztrofesztivált tervezünk. Az előbb már említettem, hogy az intézménynek van egy nagy színházterme, szabadtéri színpadja, de ne felejtjük el, hogy van egy kiállítóterme is amelyben már most pénteken egy kiállítás mennyitóra lehetünk figyelmesek. Hogyan tervezi a kiállítások megszervezését az intézményben? Ezt is máshogy tervezem az előző évekhez képest. Szeretnénk ebbe is egy kis újítást bevinni. Itt két irányba szeretnék közelíteni. Egyfelől szeretnénk nyitni jobban Hajdúszoboszló felé. Én úgy látom, hogy az előző években sok hajdúszoboszlói gyűjtő, illetve csoport nem kapott kiállítási lehetőséget. Ebbe az irányba szeretnénk nyitni és felkarolni a, a hajdúszoboszlói gyűjtőket, illetve csoportokat. Ennek megfelelően valóban, ahogy említette, itt a Zombori Gizellának egy baba válogatása lesz kiállítva mindjárt a gyereknaphoz kapcsolódóan pénteken, és ezután pedig a régen szoboszlói alkotói csoportként ismert, most már pedig szoboszlói átműhely alkotóinak lesz egy gyűjteményes kiállítása. Az intézményben számos szakkör működik jelenleg is. tervezik el, hogy ezeknek a lehetőségét kibővítik? Igen, tervezzük a szakkori tevékenysége portfólióját is bővíteni. Korábban volt két uniós nagypályázat az intézményben, amelynek keretében több, több új szakkör megvalósítására is sor került. Ezeknek egy nagy része időközben elmaradt, és ezeket szeretnénk majd újra visszavezetni a szakköri portfólióba. Én tervezek például idegen nyelvi szakkört, szeretném, hogyha lenne egy színházpedagógia, szak, színház és drámapedagógia szakkörünk is, illetve hát egy fotószakkört is el tudnék képzelni az intézménybe. Szóval mindenképpen bővíteni szeretnénk. Most, hogy az intézmény újra megnyitotta a kapuit, a szakkörök már visszatértek, vagy vannak még olyan szakkörök, amelyek még nem indultak be? is is, azt tudom mondani. Van, ami már vissza tudott térni, szerencsére. Ugye itt sajnos még mindig korlátok közé vagyunk szorítva, hiszen csak azokat a személyeket tudjuk beengedni, akik oltási igazolással rendelkeznek. Ez nem könnyíti meg igazából a dolgunkat, de így az átoltottság aránya miatt már azért nagyon sokan vissza tudtak jönni az intézményünkbe. Sokakat pedig még várunk vissza. Az intézménynek van egy folyóirata, a szókimondó, amelynek most jelenleg nem olyan nagy az előfizetői száma. Hogyan lehet, hogyan tervezik ennek a folyóiratnak a népszerűsítését itt a városon belül, vagy akár a régióban? Igen, valóban, ahogy említette, elég, jelenleg elég kevés előfizetője van alapnak ezen szeretnénk változtatni, és mert folyamatban vannak az egyeztetések. Én mondjuk el tudnám képzelni, hogy a szókimondó egyes számaihoz legyenek vízjátékok, amit a lakosság számára meghirdetünk, és akkor ilyen eszközökkel próbálnánk az előfizetői számot növelni. Hamarosan megkezdődik a nyári szezon itt Hajdúszobosznón is. Hogyan készül az intézmény a nyára? Megvan-e a megfelelő technikai és személyzeti feltételek egy nyári sorozat lebonyolítására? Technikai feltételek rendelkezésre állnak, a személyi feltételek kapcsán viszont még vannak hiányosságok. Számos kulcspozíció, főleg így a közművelődés vonatkozásában még jelenleg is betöltetlen, és ezt, ezt szeretném mindenképpen ezeket a pozíciókat betölteni minél rövidebb időn belül, hiszen a nyár az itt van előttünk, itt kopogtat az ajtón. Úgyhogy ebben még szeretnénk fejlődni. Az első nagyobb programunkra most hétvégén kerül sor a gyereknap. Itt mindjárt egy háromnapos programsorozattal készültünk. Péntektől szombatig lesznek programok. Pénteken ugye egy kiállítás megnyitóval indítunk, szombaton lesz családi filmvetítés, vasárnap pedig itt a részben itt a színházteremben várjuk a családokat, részben pedig a városi szabadidőparkba. Köszönjük igazgató, hogy beszámolt a tervekről, a jövőbeli elképzelésekről. Sikeres munkát kívánunk a nyári szezonra és az elkövetkezendő évekre is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.